Sziasztok! Elkövetkezett az első előadásunk időpontja, mint az arról tájékozottatok. Hát volt egy kis kavarodás a nyomtatott programhoz képest. Holnap este lesz Babos Gazsi. Ma este viszont egy kisebb személy, mint kis László látogatott közé, aki szinte el sem ment. Látjátok a címet. Át is adom a szót neki. Jó, hát köszönöm szépen! Hát nem tudom, nem vagyok meggyőződve, hogy nincs szükségem arra a mikrofonra, mert kellően sokan vagyunk ahhoz, hogy szerintem jobb, hogyha még erősítést is kapok. Add ide. Add, ha százszor is nem vagy, add őt nekem. Aki fölismeri, kap egy marscsokit. Sziasztok, nem? Sziasztok, még mindig nem? Haló, haló, haló! Haló, haló! Na, köszönöm. Na, igen. Tehát, tulajdonképpen egy tudománymenedzser száraz termelési riportjáról van szó a mai este során, ami valamiféleképpen arról kíván mindenkit meggyőzni, hogy milyen, már elnézés a fogalmazásért, fasz a gyerekek, az Akadémiai Csillagászati Intézet munkatársai. Természetesen ez a száraz tudománymenedzseri termelési riport, ez megpróbál azért kicsit színesebb lenni a mondjuk így azt, hogy az automatikusan elvártnál, de hát majd meglátjuk. Minden esetre, mint egy bármely becsületes termelési riport, az ide is tartozik egy preambulum, amely preambulum arról szól, tehát előszó, mondhatjuk úgy is, ami arról szól, hogy valamilyen módon van bennem némi personális rezonancia ezen előadás kapcsán, ami múltba visszanézés által előidézett personális rezonancia, mert hogy valójában az első MCE nyári tábor, ahol én részt vettem, az már 26 évvel ezelőtt volt, az testvére között is egy negyed évszázad meg egy év, tehát negyed évszázad meg egy kicsi, és hát ha így belegondolok, hogy honnan indultam és hova érkeztem, ez mondjuk így az, hogy berezonáltat némely húrokat. Amely húrok égi szféra zenéi közül egyetlen egy dallamocskát emelnék ki, aminek valamilyen módon célja megvilágosítani azt, hogy miért is beszélek itten most tulajdonképpen. Vannak arról rém emlékeim, hogy az 1990-es években a magyar csillagász szcénán, amely csillagász szcénának, vagy csillagász, mi ez, ahol a színészek játszanak? Színpad, köszönöm szépen. A magyar asztro színpadon ott van a MCE, mint amatőr, főleg amatőr dominált szervezet, ott vannak az egyetemi csillagászok, ott vannak az akadémiai csillagászok. Volt egyfajta, mondjuk így azt, hogy egy ilyen finom távolságtartás. Én emlékszem, amikor először találkoztam amatőr csillagászkörökben emberekkel, meg a volt egy ilyen, hogy jaj, hát azok a profik, meg hát jaj, hát azok az amatőrök. Tehát volt egy ilyen amatőr-profi, nem nevezném szembenállásnak, bár nevezhetném annak is, de nem nevezném annak, mondjuk azt egy ilyen finom távolságtartás. És valójában negyed évszázaddal később szeretném azt hinni, hogy ez már a múlt ködébe vész. És az, hogy én itt egy profi csillagászati intézmény vezetőjéként beszélhetek nektek, valamilyen módon, köszönöm szépen, ezt vissza lehet halkítani, valamilyen módon egyfajta integratív tényezőként ebben az egész történetben, ez örömmel tölt el. Na, maradjunk ennyibe, tehát ez az a personális húr, és annak az asztro dallam, amit föl akartam így az elején elővezetésként. Sajnos, hát nem sajnos, sok régi arcot, sok régi ismerős arcot látok, ami azt jelenti, hogy a közösségnek a átlag életkora az valószínűleg nem kettessel, de talán nem is hármassal kezdődik. Jobban örülnék, ha egyessel kezdődne az átlag életkor, mint a 90-es évek. Na jó, kettessel. Na lényeg, ami lényeg, hogy ugyanakkor ez a régi embereknek mondó bevezetés mellett szeretném azt is példaként itt megmutatni, hogy főleg ez a fiataloknak szól, akik még esetleg csillagásszá válhatnak a következő években, hogy mit ér a csillagász, ha magyar, mit lehet magyar csillagász, mi a magyar karrier aspektus, vagy mivel foglalkoznak ma a magyar csillagászok. Tehát érdemes egyáltalán csillagásszá válni, vagy maradjunk meg saját távcsöves amatőrökként évente a éves találkozókon, különböző helyeken, akár többen is, illetve minden
derült estén a kertvégi saját távcsövünkkel. Tehát a fiataloknak is van egy üzenet, hogy ez ma a magyar csillagászat egyik epicentruma, a Konkoli Obszervatórium. Idén tavasszal Ógyallán, mai nevén Hurbanovon, Szlovákiában jártunk, Konkoli Tege Miklós halálának 100. évfordulóján voltak emlékesemények, ott verték bele a fejembe, hogy ugye az intézményünk alapítója, az Konkolinak ejtendő, tehát nem Konkoly elipszilonnal, hanem Konkoli elipszilonnal. Tehát Konkoli Tege Miklós, ugye, aki egy gazdag nemes úr volt a 19. században, és alapított saját privát örömének fokozására egy magán csillagvizsgálót 1873-ban, ugye Ógyallán, és aztán később, 20 évvel később, amikor 1890-es években rájött, hogy utód hiányában az obszervatórium fönnállásának egyetlen garanciája a magyar állam, akkor elkezdett ügyködni azon, hogy a magyar állam kezébe átadja az ő saját csillagvizsgálóját. Ugye ma az én általam most itt reprezentált intézet alapító okiratában az szerepel, hogy az alapítás dátum 1899. május 5. Ugye ez az a dátum, amikor a magyar állam átvette Konkoli Tege Miklós Ógyallai Obszervatóriumát és állami magyar királyi, mit tudom én pontosan mi volt a megnevezése, M. Kir Csillvill néven. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által ma működtetett intézmények közül az egyik legidősebbnek tekinthető a miénk, nem a legidősebb, de az egyik legidősebb. És hát ennek a 117 éves intézménynek a belső ügyeiről szeretnék minél érdekesebben mesélni a hátralévő 46 percben. Ugye angol neve az intézményünknek Konkoli Observatory, ez megmaradt mindmáig a szakirodalomban. Tehát a cikkeinkben, amikor a csillagászok megírják a legújabb agymenéseiket, és ez megjelenik valamilyen labban, akkor alapvetően Konkoli Observatory, ez szerepel a affiliáció, az intézmény névként. Évtizedek során ugye az Akadémia Csillagászati Intézete, ugye 1949-től sok néven futott. Nagyon sokan csak Csikinek ismerik, mint Csillagászati Kutatóintézet. Van, aki Csínek ismeri, az a valami távol-keleti hülyeség, a Csí. Na mindegy, szóval most Csillagászati Intézet. De a szakma, a szakcikkekben ugye így ismeri, hogy Konkoli Obszervatórium, tehát Konkoli Obszervatórium. Ugye 1949-től a Magyar Tudományos Akadémia intézete. Tehát a Magyar Tudományos Akadémia, ami öreg bácsi klubja egyrészt, másrészt fönntart egy akadémiai intézethálózatot, és ezen intézethálózatnak a egyik eleme a mi csillagvizsgálónk. Ugye ki lehet jelenteni azt, hogy ez az ország vezető csillagászati intézménye már csak a létszám miatt is. Tehát ha egy állatkert a magyar csillagászat, akkor a mi a legnagyobb, a kékbálna mi vagyunk, vagy a orszarvú az mi vagyunk. Tehát vannak ilyen számok, ugye mondjuk Magyarországon ma körülbelül 100 ember él abból, hogy ő csillagász, abból 50 dolgozik nálunk, tehát fele. Az összes többi a szétoszlik különböző egyetemek között. Formálisan ugye az elmúlt 4 évben a Csillagászati és Földtudományi Kutató Központ nevű entitás egyik intézete, a Csillagászati Intézet. Vannak szép fotók róla, ez annyira nem érdekes, úgyhogy hajtok is tovább. Ugye lokációink vannak. Ugye a CFK, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont nincs ezen a térképen rajta, de ha Magyarország az egész földgömböt lefedné, ami bizonyos szélsőséges köröknek a vágya, akkor lehetne azt mondani, hogy a CFK birodalma fölött soha nem megy le a nap, mert hogy összesen 12 telephelye van a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontnak, közülük 3 temető. Tehát ugye a szeizmológiai hálózatunknak, ugye hozzánk tartoznak a földrengés figyelők is, 3 szeizmográf az különböző temetőkbe, ilyen kriptákba vannak elhelyezve, ugye ott nyugodt az élet. Temetőben nem sok minden történik. Éjfél környékén ki kell szórni az adatokat, de amúgy mindegy. Na, lényeg, ami lényeg, hogy Magyarország nem fedi le az egész glóbuszt, és most csak a Csillagászati Intézetről beszélek, hogy nekünk 3 lokációnk, vagy hát 4 lokációnk volt még januárban, most már csak 3 lokációnk van, és jövő januártól már csak 2 lokációnk lesz. Budapest,
a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, ugye Normafánál, illetve a Piszkéstető, a Piszkéstető Obszervatórium. A Debreceni Napfizikai Obszervatórium élete idén véget ér, eddig tartott, köszönjük szépen, nagyon büszkék vagyunk rá, és mindenképpen megtartjuk az emlékezetét, de intézményként nem marad fenn. Ugye minél foglalkozunk az Akadémia Csillagászati Intézetében, van egy nagyon fejnehéz csillagos irány. Tehát alapvetően ez majd ki is fog derülni, ugyan ott szerepel a kalap szélén a bojt legalul, hogy extragalaktikus kutatásokkal is foglalkozunk, de valójában az Akadémia Csillagászati Intézetében a csillagokhoz értenek az emberek. És aztán ennek a különböző aspektusaival foglalkozunk. Foglalkozunk pulzáló csillagokkal, ugye a csillagok fizikáján belül a csillagrezgésekkel, aktív csillagokkal, illetve hát a napunk is egy csillag, tehát ha valaki napfizikával foglalkozik, az is a csillagok fizikájához tartozik. Emellett a csillagok körüli térség fizikája jelentős, csillag és bolygó keletkezés. Ugye csillag körüli térségbe tartoznak az exobolygók is, hiszen egy másik csillag körül egy bolygó kering. Illetve kis égitestek naprendszerekben, most már többes számmal írom, nem csak a saját naprendszerünkben ismerünk kis égitesteket, kis bolygókat, planetezimálokat, üstökösöket, hanem más naprendszerekben is. És hát megjelent az elmúlt években néhány, hát nem azt mondom, hogy tavaszi fecske, mert hát mit tudom én, ha eszembe jutnak az arcok, azok kevésbé fecskére hasonlítanak, de megjelent az extragalaktikus csillagászat is. Ezt szeretném erősíteni a következő években, mert ez nagyon hiányzik a modern csillagászatból. Hogy neveket hozzárendeljünk, aki ismeri őket, ismeri, aki nem, nem. Ugye idén évelején új kutatócsoportok alakultak, 2016 a Csillagászati Intézet életében egy erős váltás éve, nem titok, én lettem az igazgató, és hát valamilyen módon más stílusú vezetés lépett életbe. Lényeg, ami lényeg, hogy kicsit összevontuk a csoportjainkat, és most jelenleg ezek a fő területek, amelyek ember számban is a legnagyobb csoportokat mozgatják. Ugye űrcsillagászat, bolygó és csillagkeletkezés, Ábrahám Péter és népi zenekara, az a 10,1 FTE, az a full time equivalentet jelenti, hogy a teljes munkaidő egyenérték. Hogy ki az, aki egy tized ember, az egy fél láb. Vagy egy bal fej, fél fej. Tehát egy tized, ugye mondjuk én vagyok 88 kiló, egy tized az 8 kiló. A 8 hónapos harmadik fiam éppen 8 kilós, úgyhogy egy ilyen 8 kilós kisbaba is benne van. Asztrofizika és geokémia laboratórium, Keresztúri Ákos, az ő nevét nyilvánvalóan mindenki ismeri. Már csak nem is tudom most micsoda ő, alelnök, MCE, alelnök. Ugye csillagpulzáció, űrfotometria és exobolygók névvel a formálisan második legnépesebb kutatócsoportot Szabó Róbert vezeti. Itt vannak az én embereim is. Naprendszer kutatás Kis Csaba, és hát ez egy kis népi zenekar. Nap és csillagaktivitás Kővári Zsolt, Lendület Légyszemcsoport Pál András, Lendület AGB Magok és Por, Maria Lugaro, ezek már ilyen kisebb akadémiai külön csoportok. Tehát ami átjön, csomó ismeretlen név nyilvánvalóan, kevesen ismerik ezeket az embereket, de ezek mind az a 40 plusz minuszos társaság. Tehát lezajlott az elmúlt években egy generációváltás a Csillagászati Intézetben, és hát a kutató csoportjainkat ilyen 40 plusz minuszos figurák vezetik. Ugye a területeinkről, és ez egyből mutatja azt, hogy ha valaki csillagász akar lenni, akkor a legnagyobb eséllyel itthon nálunk köt ki. Ez egyszer számokból ez jön ki. Tehát az állások nálunk vannak, máshol nincsenek. Meg hát vannak külföldön. De mindegy, ez egy hosszú történet. Tehát a csillagpulzáció és aztán a szeizmológia fogalmazunk úgy, hogy a legnagyobb múltra visszatekintő kutatási terület az intézetünkben. Ugye már a nagy ősök, Detre László, amikor a RR-lérék mellett letette a voksát 1931 néhányban, már akkor elindult a csillagpulzációnak a vizsgálata az intézetünkben. És hát ez az elmúlt 10 évben egy nagyon jelentős modernizáción esett keresztül, amiben az űrfotometria játszott nagy szerepet. Nem azért, mert nem szeretünk földi távcsövekkel mérni, csak amikor századmagnitudó helyett mikromagnitudókról beszélünk, akkor egész más fizika válik tanulmányozhatóvá. Ezekről az elmúlt években itt a Tarjányi táborban én magam is sokat beszéltem. Másrészt az elméleti irány is sokat erősödött,
részben a hardveres fejlődésnek köszönhetően, részben a szoftveres fejlődésen, részben pedig a humán erőforrás fejlődésen keresztül. És ma már büszkén mondhatom azt is, hogy ezeket a csillagpulzációs vizsgálatokat felhasználjuk galaxis szerkezetvizsgálatra, távolságskála tesztelésére, illetve ilyen szép szavakat lehet még mondani, galaktikus archeológia, ahol megint csak űrprogramokra, Gájára utalok elsősorban. Ugye holnap lesz majd Bakos Gáspár a programban, az exobolygók témája az intézetünk palettáján igen színesen ott van, hiszen az ő HetNet projektjének a prototípusa is a mi tetőnkön épült meg 15 évvel ezelőtt. Pár éve szedtük le, amikor felújítottuk az intézetet. És ma is vannak kollégák, akik Bakos Gáspárral együtt működnek a HetNettel, de emellett az űrfotometria az exobolygászatban megjelent, függetlenül a korábbi előzményektől, hogy a Kepler K2 programban vizsgálódunk mindenfélét, és hát benne vagyunk olyan űrtávcső fejlesztésekben, mint a svájci vezetésű Keops, vagy a német vezetésű Plato űrtávcsövek, amelyek 2018-ban Keops és 2025-ben Plato fognak pályára kerülni valahova az űrbe, és exobolygókat fognak elsősorban mérni. Bolygókeletkezés numerikus szimulációk területén megjelent és virul, él, és egy friss doktoranduszunk, Dobos Vera az exoholdak lakhatóságával éppen doktori fokozatot szerez ezekben a hetekben. Másik mondhatni klasszikus terület a csillagpulzáció mellett az intézetünkben a csillagaktivitás és a csillagfoltok kutatása. Nyilván a nap, mint csillag, és a napfoltok az ugye a Debrecenből származó irányt azonnal megjeleníti. Emellett pedig ugye a foltos csillagoknak a fénygörbe vizsgálatai Piszkés tetőn, vagy 40 éve történnek már. Forog a csillag, bejön a sötét folt, elhalványul, kimegy a sötét folt, visszavilágosodik, ugyanúgy változik a csillag fényessége, mint amikor kitágul, meg összehúzódik. Most ezzel egy életet el lehet tölteni, nyugodtan rá lehet állni a valamelyik csillagnak a sinére, és onnan lehet nyugdíjba menni. Nem biztos, hogy ez a kívánatos, de hát ez is megtörtént. És akkor itt megjelent az utóbbi időkben a Doppler leképezés színképekből felszíni térképek rekonstruálása és interferometria képalkotás csillagfelszínekről. Ez elég izgalmas, tehát ha belegondolunk. Nem egy könnyű dolog, de lehetséges. Egy olyan 10 éve lendült föl, és most dübörög teljes, most is hallom, ha így mindenki elhallgat, akkor hallom, hogy dübörög az intézeti csillagkeletkezés vizsgálat. Most éppen nagy izgalommal várunk egy 1,5 millió eurós pályázatnak a döntését. Ugye a csillag és bolygókeletkezés egy nagyon szerteágazó terület, ugye a protoplanetáris korongok ebben különösen érdekes. Ugye már 200 éves történet, hogy a naprendszer úgy jött létre, hogy egy ilyen nagy felhő összezuhant, Kant és Laplace elmélete, már semmi új nincs a nap alatt valójában. De lényeg, ami lényeg, hogy ezt a korongot ma már nem csak föltételezzük a naprendszerünkben, hanem meg tudjuk figyelni más kialakuló félben levő naprendszerekbe. És a különböző korokban megnézzük a különböző fejlettségi állapotban a különböző protoplanetáris korongokat, akkor ki lehet találni azt, hogy hogy keletkezik egy bolygórendszer. Ez egy izgalmas terület, és ennek nagyon erős hajtóereje az, hogy a műszertechnika, a világszintű műszertechnika az olyan szintet elért, amilyet. Itt az infravörös űrtávcsövek és az interferometria használata megint csak kiemelendő. Mindenütt lehet érezni, hogy emlegetem az űrtávcsöveket, a modern műszertechnikát, a modern megfigyeléseket, ezeket seha, egyiket sem itthon végezzük. Tehát ami fontos és azonnali leírható üzenet, hogy a modern tudomány, a modern csillagászat különösképpen hihetetlenül nemzetközi. Tehát ha valaki csillagászattal akar foglalkozni, óhatatlanul előbb-utóbb kölcsönhatásba kerül külföldi kollégákkal, kint kell lenni, kint kell tanulni új dolgokat, és aztán hazahozni. Kis égitestek a naprendszerben, sokáig Tóth Imre jellemezte ezt a témát az intézetünkben, már egy egész csoport kinőtt, balra van egy, hát az egy jó üstökös volt, hát az egy üstökös, amikor 50 fokos csóva van az égen, az egy üstökös, amikor, mert ugye Magyarországról ez a kis ficek látszott a végéről, ugye, hát ez, na mindegy, nem veszi a lapot, akinek kell. Jókor voltam jó helyen. Jókor voltam jó helyen, így van.
Ugye idén volt egy másik ilyen, hát ez mondjuk így tudomás szempontból fontosabb, amikor ugye megneveztük a harmadik, nem a legnagyobb névtelen égitestet a naprendszerben, a 2007 OR10-et megtaláltuk, mint a harmadik legnagyobb Neptunuszon túli égitestet. Tehát a Neptunuszon túli régió vizsgálta Kis Csaba és a Herschel űrtávcsöves csapaton keresztül nagyon erőssé vált az elmúlt 5 évben. És az elmúlt 2 évben pedig a Kepler űrtávcső K2 missziójának a újszerű használatával naprendszeri vizsgálatokat csinálunk, és ennek mindenki nagyon örül, én különösen. Ne izgalmas. 2 éve jelent meg egy új terület, ennek még a teljes kibontakozódása, vagy kibontakozása az hátra van. Maria Lugaro, egy olasz származású, hát olasz, ausztrál, asztrofizikus hölgy, akit Melbourneből képesek voltunk elcsábítani Budapestre. Ilyen is van. 4 gyerekkel és egy holland-ausztrál férjel. Ugye ő alapított egy csoportot egy 200 millió forintos akadémiai támogatással nukleáris asztrofizika területén. Itt teljesen új irány jelent meg a intézetünk palettájába, ugye a galaktikus kémiai fejlődés. Hogyan módosul a csillagközi anyag összetétele, hogyha fölrobban egy szupernóva, vagy egy vörösóriás ledobja a külső rétegeit, és hogyan lehet mondjuk datálni mondjuk a naprendszerünk kialakulása előtti utolsó szupernóva robbanást. Mi történt azelőtt, hogy a naprendszerünk kialakult? Na, ilyenekkel foglalkozik, ez egy tök izgalmas dolog, és itt a magyar szál az intézetünkön kívül megvan a debreceni Atomki felé, Atommagkutató Intézet Debrecenben. Van egy ilyen galéria az általunk használt űrtávcsövekről, Herschel alul Keops, ugye balról le, jobbra felé, ugye Kepler, Koró, Gaia, Tess, Spitzer, ugye ezek azok, amelyek rendszeresen előfordulnak az általunk végzett vizsgálatokban. Ugye a száraz bevezető után még szárazabb adminisztratív részletek. Ugye mi egy kutatóközpont része vagyunk. Ugye az akadémiai reform 2012-ben, vagy 2011-ben Pálinkás József akkori akadémiai elnök által elindult, megtörtént. Nem minősítem a mostani eseményeket vele kapcsolatban. A lényeg, ami lényeg, hogy gazdasági szempontból ez a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont ez, ami létezik. CFK. Egy darab bankszámlája van, a CFK bankszámlája, az intézetek, mint olyanok, gazdaságilag megszűntek önállóak lenni. Belénk olvadt 3 másik intézet, ezért a CFK alapító dátumat ugyanaz, mint az intézet alapító dátuma, 1899. május. Ugye a Csillagászati Intézet a legnagyobb kutya ebben a branchban, 80 fős kis- és középvállalkozásnak tekinthető gazdasági szemmel. Emellett van egy Földtani és Geokémiai Intézetünk 26 fővel, Földrajztudományi Intézet 40 fővel, illetve ez mind Budapesten, illetve Sopronban van egy 60 fős geodézia és geofizikai intézet, összesen olyan 220 fő. Tehát egy CFK, az egy éves szinten 1 milliárd forintos költségvetésű 220 fős gazdasági, tudomány, gazdasági vállalkozásnak tudományos gazdasági vállalkozásnak tekinthető. Ebben a CFK-ban a Csillagda, a Csillagászati Intézet, CI, vagy Konkoli Obszervatóri a legnagyobb, 80 fő, ebből 50 a tudós. Tehát 30 kiszolgáló, személyzet, adminisztrátor, műszaki, stb., 50 pedig a tudós. Azzal, hogy a CFK létrejött, egy ilyen baráti, demokratikus nyomásgyakorlás révén elindultak közös projektek a többi intézettel, 2 emelhető ki, amelyek konkrét eredményekhez is vezettek. A geokémikusokkal meteoritok laborvizsgálatai elindultak. Tehát amikor meteoritok megtalálása fölmerül célként, akkor ez is benne van, hogy mi már ezeket is meg tudjuk vizsgálni, izotóp összetételekből következtetni dolgokra. Planetológia, ugye ez Keresztúri Ákos és Népi Zenekara valójában, a geokémikusokkal összeállva. A soproni geofizikusokkal pedig egy, mondhatom azt, hogy most erősödő irány, a meteoritok, légköri robbanások és ionoszféra vizsgálatai. Piszkés tettőn például egy akadémiai 88 millió forintos támogatásból épp most telepítünk egy infrahangdetektort, ami elvileg még a kamcsatkai és honolulu-i vulkánkitöréseket is hallani fogja. Mert ugye azok pattognak össze-vissza ezek a hangok, és hát
egy ilyen nagyobb világ, egy világméretű infrahangdetektor hálózatnak részévé teszi Piszkéstetőt, ahol egyébként ugye van egy földrengésmérő állomás is. Tehát természetes az összeköttetés a geofizikusokkal Sopronban. Tehát eléggé gazdag, mondhatjuk azt, a palettánk. Ugye a fő obszervatóriumunk azért mégiscsak azért róla is kell pár szót említeni, az Piszkéstető, ahol van több kupolában, N kupolában M távcső, ahol N és M kicsi egész szám, 5-nél kisebb egész szám. Ugye a pontos számot nem tudom én sem megmondani, mert néha egyik nem működik, néha másik működik, mindegy. Tehát a legstabilabban működő két eszközünk, ugye az egyméteres Ricsik-Récsien-Kudé távcsövünk, ott alul, ezen a légifelvételen, illetve középen a Schmidt távcső, 60/90/180 cm-es Schmidt távcső. Ugye ezeknek egy komplett automatizációja lezajlott az elmúlt években, rettentő sok pénzt elköltöttem Piszkéstetőre. Ezt így egyes szám első személyben mondom, mert általam elnyert pályázatokból fizettem egy ilyen 100 milliós fejlesztést. Ugye új műszereket vettünk, ugye a legnagyobb detektorunk a méteresre egy 4x4K-s, 6x6 centis szenzorú CCD kamera, van egy SL spektrográfunk, amivel egy olyan, azt mondanám, hogy 20-50 méter per szekundumos sebességmérési pontossággal érhető, tehát exobolygókra is érzékeny, olyan 11-12 magnitudos határfényességgel. Ugye a légyszem projekt, ami egy, majd később lesz róla egy slide, ezek ilyen mind jól azonosítható műszerfejlesztések. Emellett pedig megtörténtek olyan dolgok is, amelyek nem föltétlen itthon hasznosulnak. A kriogenikus labor az egy pár köbcentiméteres térrész, ahol tudunk -273 fokot előállítani, tehát az ország leghidegebb pontját elő tudjuk állítani, hogyha nagyon akarjuk. Illetve a freeform tükrök ott alul egy érdekes fejlesztés hollandokkal együtt működve, olyan tükrök fejlesztésében veszünk részt egy mérnök figurának, van egy mérnökünk, aki ezen dolgozik, amikor a tükröt nem csiszolod végső alakra, hanem itt mondanám azt, hogy alufóliába állítod elő, és olyan aktuátorokkal olyan alakúra feszíted, meg alakítod, amilyenre szükséged van éppen. Ez az adaptív optikánál fontos, hogy ne egy fix tükör legyen, meg ne a súlya legyen, hanem egy ilyen aktív adaptív optikánál. Ez egy ilyen új irány. Még nem működik sehol, de a fejlesztése nagyon izgalmas. A légyszem projektre Pál András volt képes kiimádkozni 200 millió forintot az akadémiától. 18 kamerával megépített egy ilyen szerkezetet, ami az egész eget látja folyamatosan. Egy olyan 15 magnitudós határfényességig mindent lát, mindenre lő, ami mozog. És ami újszerű benne, hogy nem ilyen paralaktikus mechanikán van, hanem ilyen 6 darab aktuátor által mozgatott platform, ezt Stewart platformnak vagy hexapodnak hívják. Lényeg az, hogy ezzel nem kell semmit csinálni, lerakod és működik. Tehát a benne levő GPS vevővel, meg égtájvevővel, meg anyámkénya vevővel lerakod és működik. Tehát nem kell hozzá semmi. Hát jó, nyilván áram kell egyrészt, meg internet is célszerű az adatok leszipkázásához, de innentől fogva semmilyen beállítgatás, pólusra állítgatás, meg anyám, nem, semmi ilyesmi nem kell. Ez most ért el idén nyáron a záró szakaszba, a negyedik éve zajlik a projektnek, tavasszal már láttam 120 fokos látómezejű képet 9 kamerás változatba, és ezekben a szerintem órákban is Andris és csapata ezen dolgozik. Ez egy érdekes műszerfejlesztés, ami sok minden dolgot majd ki fog nekünk mutatni. Ugye Piszkéstető a fő obszervatóriumunk 80 kilométerre Budapestről a Mátrában, ugye kelet, észak-kelet felé. Itt mondhatjuk azt, hogy most már több évre visszamenő statisztikánk szerint egy olyan 50% környékén van a használható, tehát adatgyűjtésre használt éjszakák száma. Mondjuk azt, hogy ennek fele fotometriai, tehát nincs felhő, a másik felén van felhő. És az átlagos szíjing, ugye a csillagkorong átmérője olyan 2-3 ívmásodperc. Ez egy wide szemű megfigyelő csillagász számára a közepes asztroklíma, és akkor az még egy dicséret. Ezért szoktam azt mondani, hogy Piszkéstető az olyan egy spektroszkópiai hely, mert spektrumokat lehet fölvenni, ott a felhő nem nagyon zavar, de mondjuk nagyon precíz fotometriára nem igazán alkalmas szerintem. Ugye Sáncki Krisztián évtizedes skálán iszonyatosan jó munkát végez kisbolygók és üstökösök vizsgálatában a Schmidt távcsővel,
Tehát azért lehet piszkéstetőről is dolgozni, de ahhoz nagy odaadás és lelkesedés szükséges. Vannak itt mindenféle képek, hát ugye ez volt már itt az előbb is, ezen szerintem gyorsan végpörög. Szerintem a többség az volt itt, ugye ez itt a Schmidt távcső. Ki nem volt még piszkéstetőn? Ki meri föltenni a kezét? Hát majd egyszer majd csinálunk egy kirándulást. Ugye ez itt a Schmidt távcső, az ország legnagyobb fényképezőgépe, egy 60 cm-es teleobjektív. Erre most fogunk éppen elnyerni egy nagyobb pályázatot, amivel veszünk egy 10x10x CCD kamerát, amivel 3x3, tehát 10 négyzetfokos látómezőt tudunk egy lövéssel rögzíteni, 21 magnitudós határfényességgel. Az elég jó lesz, maradjunk ennyiben. A másik fő, vagy hát a legtöbbet használt, a folyamatosan működő másik távcsőnk az 1 méteres, aminél a spektrográf az, ami most viszi a prímet, főleg most a Kepler látómező látszik egész éjjel, tehát a kepleres emberek most spektroszkopálnak orvérzésig. Tehát színkép elemzés megjelent itthon, ebben örömmel jelentem, hogy volt némi szerepem, és hát most is hát zajlik ezzel a tudomány. A sok duma, vagy a sok rizsa után néhány konkrétum, hogy mégis, ugye eddig volt, ugye volt egyrészt egy egy ilyen szemiromantikus fölvezetés, aztán volt egy szemiszáraz adminisztratív dolgok, egy valami alapvetés, hogy ezzel foglalkozunk, most legyen néhány konkrétum, amit az elmúlt hónapokban különböző helyeken ilyen bemutatkozásoknál szedtem össze. Mit tettünk le 2015-ben az asztalra, és akkor ebből is lehet egyfajta aktivitást fölmérni. 2015-ben, a 2016. januárja, amikor bejöttek az éves jelentések, akkor összesen azt tudtuk levonni következtetésként, hogy 73 cikket publikáltunk komoly szaklapban. Ugye a tudományban az eredmény az a publikáció, tehát nem a mi a francnak az a szekrényben van, az asztalban, fiók. Tehát nem a fiók számára készítjük a felfedezéseinket, hanem szakcikkekben leírjuk őket, és hát a tudományos eredményességnek a mércéje az a publikáció, és ha lehet minél rangosabb publikáció. Tehát amikor egy intézet összeállítja, hogy mivel foglalkozott az előző évben, akkor a legelső dolog, amit meg kell nézni, hogy mennyit publikáltak, miért publikáltak. Tehát mi tavaly 73 cikket publikáltunk impact faktoros, tehát releváns, komoly szaklapban, ezek természetesen mind angol nyelvű szakcikkek, egyik sem Magyarországon jelent meg, ezek nemzetközi színvonalon történő dolgok. Itt egy fontos zárás megjegyzés. Ma a csillagászatban csak a nemzetközi színvonalra való törekvés. Ahogy az elmúlt 100 évben is ez igaz volt, most is különösképpen igaz, csak a nemzetközi színvonal a mérvadó. Semmi más nem lehet mérvadó vagy mértékadó. Tehát arra kell törekedni, hogy a világon jegyzett legyen, amit csinálunk, különben nincs értelme, amit csinálunk. Összesen tudományos közleményünk volt több mint 200, ebben benne vannak a Krisztiánnak a hülye kisbolygós cirkuláriai is, igaz? Itt vagy valahol? Lehet, hogy nem, nincsen itt. Az előbb, ott van az a, nem mer szólalni. Ugye az első szerzős, tehát tuti biztos általunk írt, referált cikkek, nem csak rákerült a nevünk, olyan 30 darab volt, és az ezt lejelentő kutatói létszám 50 fő, ebből egy akadémikus, 10 MTA doktor, 24 PhD, tehát doktori fokozattal, és 15 PhD nélküli tudományos segédmunkatárs. Sok vagy kevés, hát ezt én azt mondom, hogy ezek elég jó számok, nem kell elhinni, de el lehet hinni. Ha azt megnézzük, hogy hol publikálunk, akkor lehet látni azt, hogy a 15-ös 73 cikknek 3/4, összesen 3 labba az ANDA, Astronomy and Astrophysics, APJ-nek különböző változatai, Astrophysical Journal, Astrophysical Journal Letters, Astrophysical Journal Supplement Series, az ott balra az egymásat levő 3 piros, és jobb oldalon a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ugye az egy brit lap. Az ANDA az egy európai lap, az APJ az egy amerikai lap, az MNR az egy brit lap. Tehát lehet, azt ki lehet jelenteni, hogy a munkásságunknak a többsége releváns, angol nyelvű, komoly labban jelenik meg. Volt egy Nature cikkünk, voltak ilyen egyéb ilyen, futottak még mindenféle morzsalék, meg néhány cikket írtunk a Meteorba is. A témák szerint 2015-ben mivel foglalkozott az Akadémia Intézet? Elmélettel mindösszesen 14 cikk,
Az összes többi az valamilyen empirikus dolog volt. Tehát lehet látni azt, hogy ma az intézet egy alapvetően megfigyelő csillagászattal foglalkozó akadémiai intézetet. Nem a poros iratokat gyártjuk a... Mi ez a luk itt a hasunkon? A köldökünket vakargatva, hanem valami adatokkal valami fizikát csinálunk, amit aztán a szakma elfogad. Földi észlelésben megjelent annyi cikk, amennyi látszik, tehát Piszkés tető tavaly 6 cikket generált. Tehát 10%-a a termékünknek az, ami Piszkés tető. Tehát Piszkés tető fontos, senki ne vegye... Ne értse félre, de az összintézeti tudományos eredmények olyan kb. 10%-a kötődik Piszkés tetőhöz. Fontos, de mégiscsak kalap szélén a bojt. Ja, lehet látni egyéb dolgokat, egy ézó, öt, de ami dominálja, ugye az az űrtávcsövek. Tehát ott van Herschel, Kepler, napszondák, Koró, MOST, HST, Rosetta, űreszközök. Tehát ma, ami a... mondjuk így az élvonal, az mindenképpen valamilyen módon az űrcsillagászathoz kötődik. Hiszen annyival jobbak az űrbe telepített műszerek, hogy mi a Földről csak is kiegészítő jellegű méréseket végezhetünk. Tehát a Kepler például mikromagnetikus fénygörbéket gyárt, de a csillagok színéről semmit nem mond. Ahhoz színképet kell fölvenni. Tehát mindenképpen hasznos egy Kepler fénygörbéhez színképet oda tenni, de mégiscsak a Keplernek az csak egy mellékes kiegészítő mérése. A jobb oldali torta diagram ugyanezeket a számokat mutatja, csak ilyen el lehet képzelni. Tehát fele a munkának földi megfigyelő. Harmada a munkának űr, van egy kis egyhatod elmélet, meg a bolha nemzőszervén a kis icipici pattanás, az ugye a labor Keresztúri Ákos és Népi zenekara. Ha megnézzük azt, ugye mondtam azt, hogy ezek számok. Valamilyen számok. Bocsánat, itt tényleg termelési riportra váltok. Eszterházi László vagyok. Ugye, ha tegyük kontextusba, hogy akkor a tavalyi termésünk az sok vagy kevés, a kemény cikkek száma, amitől búvad, jön a tavasz. Ugye, az lehet látni, tavaly itt van a 73. Ugye, mondjuk 10 évvel ezelőtt a 30-40 vagy 40-50 környékén voltak a cikkek. 2007-ben az egy konferencia kiadvány miatti eltérés, tehát 2009 óta megugrott, és olyan 70-80 cikket publikálunk évente, és ezeknek van egy olyan mérő száma, amit összesített impact faktornak hívunk, aki érti, érti, aki nem. Nem, tök mindegy, az főment 200-ról 400-ra. Örülünk. Aki értékeli, az tudja, aki nem, annak teljesen mindegy. Termelési riport. A független hivatkozások száma, ami még szintén egy fontos tudománymetria, hogy amit mi leírunk a cikkeinkbe, az hányszor kap említést a szakirodalomban. Ugye ez a hivatkozás. A független hivatkozás az akkor van, amikor az említő cikk szerzői és az idézett cikk szerzői között nincs metszet, nincs közös szerző. Tehát teljesen tutira független az egyik is, meg a másik is. Na ez a független hivatkozás, ez is lehet látni, hogy van egy ilyen szép termelési riport győzelmi zászló. Pár évvel ezelőtt 1000 környékén örült mindenki, most a 2200 környékén van az éves hivatkozás számunk. Hát ez valamit mond. Hát mondjuk azt, hogy a nemzetközi szinten figyelik azt, amit csinálunk. Egy érdekes kérdés az, hogy mennyire úgymond visszük a zászló rudat a 200, meg 500, meg 1000 szerzős világban. Ugye ma már a csillagászatban is egyre többször megjelenik az, hogy nagy csoportok, akár 1000 számmal, 1000-es létszámú szerző számmal jelentetnek meg cikkeket. Ugye a gravitációs hullámokat felfedező cikknek a teljes szerzőszáma az 1000-et meghaladta. Tehát nagyon nagy létszámú kollaborációk vannak. Most megnéztem ezt a tavalyi évre, hogy hány cikket, hány szerző publikált a tavalyi termésünkből, és lehet látni, hogy benne vagyunk nagy kollaborációkban, 20-nál több szerzőjű cikkünk volt 12, de legtöbb cikkünk az a 2-8 szerzős kis csapatok munkája. Tehát a modern csillagászatot mi művelünk, azik ilyen 4-5-6 fős csoportok összeállnak, az egyikért az elmélethez, a másikért a programozáshoz, a harmadikért a adatokhoz, hogy mit is kell látni, a negyedikért a fizikához, az ötödik meg tud angolul, és le tudja írni rendesen. Nem így van, de
van azért egy ilyen aspektusa is, tehát ilyen kis csapatokba dolgozunk, és így publikáljuk az eredményeinket. És itt természetesen nagyon sokszor külföldi társszerzők vannak. Na, végül is most jutunk el a korona ékszerhez, tehát na mégis jó, volt már nagy alapok vetve, volt adminisztráció, volt, mi a francot ez a legutolsó? Termelési riport, most egy kicsit akkor konkrétan, na mégis mi a jó Istennel foglalkoznak ezek a figurák az akadémiai intézetben. Pár évvel ezelőtt ennek nagyobb visszhangja volt, nem tudom miért van még mindig itt benne, ez 2009-ben, ugye a legnagyobb eredményeket jellemzően olyan a lapokban jelentetjük meg, amelyek interdisziplinárisak. Tehát nem csillagászati szaklapok, hanem bármely tudomány iránt érdeklődő számára közlő lapok. Ennek a kettő vezető lapja a Nature és a Science. Ez két olyan lap, amelyekben mindenféle tudományterületek publikálnak, és ha itt megjelenik egy csillagász, az igen nagy dicsőségnek számít. Ugye, impact faktor 35. Fantasztikus, akinek ez mond valamit. Pár évvel ezelőtt ugye Ábrahám Péter és csapata egy fiatal naptípusú csillag körüli üstökös kristályoknak a létezését és eltűnését vizsgálták. Erről sok szó volt már elmúlt években, hogy az EX-lupi környékén a Spitzer űrtávcsővel találtak jelet arra, hogy amorf szilikát átalakult kristályos forsterité az EX-lupi környékén, egy ilyen protoplanetális korongban, tehát ténylegesen az, ahogyan a csomócskák, amikből aztán bolygók lesznek, hogyan alakulnak ki, ezt tetten lehetett érni. Ez egy érdekes eredmény volt, azóta is sokan idézik. Azt az első Kepler eredmények között, vagy hát viszonylag korai Kepler eredmények között volt egy ilyen nagyon sok szerzős fele intézeti, a pirossal aláhúzott szerzők, azok az intézeti emberek. Egy triplánfedő hármas csillag, erről is az elmúlt években több alkalommal is beszéltem, nem is akarok erről beszélni. Most itt többet, hát ugye ez a HD-181-068 Trinity nevű éléről látszó hármas rendszer. Tavaly, amikor a K2, mikor beszéltem a K2-t? Lehet, hogy tavaly én voltam itt. Az lehetséges? Ez tavaly volt, igaz? A K2-ről, amikor beszéltem. Tavaly voltam itt? Azt hiszem, tavaly nem voltam itt. Lehet. Na jó, mindegy. Tehát tavaly a K2-ről beszéltem, akkor ugye ezt az animációt megmutattam, ez egy Astrophysical Journal letterve tavaly májusban megjelent dolog volt. Itt akkor lelkesedtem, hogy ott megy. Ott megy a Neptunuson túli vacak, és akkor ott mérjük a forgási periódusokat. Azóta a K2-vel már több ilyen vizsgálatot elvégeztünk, több nagy cikket meg is jelentettünk, és hát most legutóbb, amikor volt a Keplernek egy senior review-ja, a NASA felülvizsgálta, hogy menjen vagy ne menjen, akkor az egyik kiemelt dolog az az volt, hogy újszerű naprendszeri vizsgálatok történnek a K2 misszió alatt, és ez milyen fontos. Tehát ebben a mi munkánk volt benne, mert hát mindáig csak mi publikáltunk naprendszert. Idén évelején a nap keletkezéséről ilyen radioaktív atommagok vizsgálatával Maria Lugaroék csapata egy nagyon rangos folyóiratban, ez a PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America labban jelentettek meg egy cikket, hogy milyen szupernóva robbanás mikor történt, még a naprendszer kialakulása előtt? Ez kiszámítható, lemodellezhető a ma meteoritokban megfigyelt radioaktív niobium és szamárium arányok vizsgálatával. Szerintem ez tök izgalmas. A niobium és a szamárium az segít felrajzolni egy olyan képet, hogy a naprendszer keletkezése itt van a nullában, valamikor megszületett a napunk, valamikor előtte volt egy csillagkeletkezési felhő, az utolsó magösszeomló csillag az legalább 7 millió évvel azelőtt történt, a legutolsó vörös óriás, ami beszennyezte magokkal ezt a felhőt, az 10 millió évnél régebben volt, a legutolsó fehér törpe fölrobbanás az legalább 15 millió évvel a csillagkeletkezés, napkeletkezés előtt volt, és a legutolsó neutron csillag összeolvadás, ami esetleg beszennyezte a matériát, és aztán lett belőle ilyen arany, az 100 millió évnél régebben kellett történt utoljára, mint a napunk létrejött.
ilyen dolgok levezethetők a meteoritok összetételének vizsgálatára. Szerintem fantasztikus dolog. Én tátott szájjal figyelem, mert el tudom ugyan magyarázni, de hogy hogy csinálták, azt ne kérdezzétek. Ugye a tavalyi évnek nagy tudományos sikereit a Rosetta szonda hozta az üstökösről, a Churyumov-Gerasimenkóról. Az egyik Nature cikkben tavaly júliusban Tóth Imre is társszerző volt, ő ott nyomogott egy kicsit az üstökös mag felszínével, és ott akkor, ha jól értem magát a cikket, arról volt szó, hogy vannak ilyen gödrök, amik valahogy azt állítják, hogy úgy jönnek létre, hogy a felszín alatt így kipárolog a jég, ilyen barlangok lesznek, ilyen barlangos test lesz az üstökös mag, és aztán beomlik az egész, és ilyen kútszerű gödröcskék lesznek belőle. Ez egy újszerű folyamat az üstökös magok fizikájának területén. Idén szintén a Nature-ben jelent meg az egyik kutatónk, Kővári Zsolt, egy népes társaságban a Zeta Andromédé, az egy foltos csillag, ami forog és változtatja a fényességét, és a Csara, a Kaliforniában a Wilson-hegyi Csara interferométerrel fölbontották a korongját. És akkor ez az MTA Hun is megjelent, meg a Csillagászat Hun is megjelent, meg szerintem a Meteorban is megjelent, hogy az első foltos csillag felszín, ami persze nem igaz, ha azzá kell tenni azt, hogy az első foltos naphoz hasonló csillag felszín. Hiszen a Betelgőznek a foltjait már 40 éve ismerjük fölbontva. Tehát ez fontos ez, hogy naphoz hasonló csillag felszín először sikerült fölbontani. Ez azért szignifikáns, mert ha belegondolunk, a csillagok azok eszméletlen messze vannak. És csillag korongjának, tehát ez a csillagkorong, ez itt az egy mas. Ugye egy ezred év másodperc. Ezt el szoktam játszani, most is eljátszom, mindenki nézzen a szomszédjára, számoljon el egyig. Ez az egy alatt a szomszéd haja, ha csak nem kopasz a szomszéd, egy massal látszik hosszabbnak. Tehát egy ember egy méterről a haját egy ezred év másodperc per szekundum sebességgel növeszti. Tehát ennyire pici szög az egy ezred év másodperc. És akkor itt a pici részletek azok a masnak a tört része, mondjuk a negyed, ötöd mas. Azért ez fantasztikus, akárhogy is nézzük. Sokkal izgalmasabb, mint egy csomó másik dolog. Úgyhogy összefoglalásében az utolsó szlájdom, és akkor így a 9 órás végetérés még tartható is lesz. Ha összegezni akarnám, hogy miben vagyunk úgymond jók, meg miben vagyunk nem annyira jók, mindenképpen azt ki lehet jelenteni, hogy az elmúlt évek elhozták a kutatási témák modernizációját. A Konkoli Obszervatórium már régen nem csak az R.R. Leary Obszervatórium, meg régen nem csak az IBVS kiadója. Hogy ezek voltak azok a dolgok, amikről a Konkolit ismerték az elmúlt évtizedekben. Ettől ma már sokkal gazdagabb a paletta, megvannak a klasszikus témák is, senkinek a kutatói szabadság az abszolút teljes szabadsággal dühönghet, mindenki azt kutat, amit akar, meg amire kap pénzt, de az nem tőlünk függ. De megjelentek olyan új témák, amik korábban nem voltak. Nagyon erősen hiányzik az extragalaktikus csillagászat, ez nagy szívfájdalmam, mert azért a mai modern csillagászatnak szerintem a legaktívabban vizsgált terület az extragalaktikus csillagászat, tehát a galaxisok világa. Kozmológia, galaxisok világa, aktív galaxis magok, csillagfejlődés, csillagkeletkezés a kozmikus távlatokban, mi történt nagyon régen, nagyon messze. Ez teljesen hiányzik nálunk. Helytelen, de hát ezen dolgozni kell. Ugye a kutatásainak van valamilyen mérhető hatása, ez el lehet mondani abba is, hogy mondjuk pályázatokat képesek vagyunk megnyerni, el lehet abba nyerni, hogy benne vagyunk nemzetközi szervezetekben, kisebb-nagyobb pályázatokat elnyerünk itthon és külföldön. Most idei év az úgy tűnik, hogy esetleg szerencsésnek tűnik, és jön egymás után több 100 millió forintos költségvetésű pályázat is. Tehát még inkább düböröghet a kutatás. A földi mellett az űrcsillagászat nagyon fontos. Ugye Szabados László pár éve írt az évkönyvbe egy űrcsillagászatot, ha jól emlékszem. De ez már jó pár éve volt. Szegeden tart is egy ilyen kurzust a szegedi csillagászoknak, hogy űrcsillagászat. Meg szerintem az ELTE-n is megtartja. Tehát az űrcsillagászat az itt van velünk. Még akkor is, ha mi magunk nem megyünk az űrbe.
ami erősödik, és megjelentés erősödik, ez a nagy együttműködésekben való részvétel. Ott még nem tartunk, hogy ezer társszerzős cikkeket írjunk, de egyre inkább, tehát a néhány tíz szerző az már nem ritkaság. Tehát az a Science cikkünk a triplán fedő hármas csillagról 44 szerzője volt. Ami azért kínos, mert bizonyos lapok, hát most már egyre több lapnál minden egyes társszerzőnél fel kell vinni az összes adatot. Annál 44-nél nekem kellett fölvinni az összes adatot az összes szerzőről, unalmas volt. Ugye megjelent, ezt mondhatom így, vagy újra fölütötte fejét a műszerfejlesztési tapasztalat. Régen piszkéstetőre a saját műszereket vitték az intézeti emberek. Aztán ez úgy kihalt, akkor vettük a műszereket. Most meg vesszük, és abból összerakunk újszerű dolgokat. Tehát ez egy új típusú műszerfejlesztés. Ugye a nemzetközi esedés, ugye említette Maria Lugaro nevét, ugye képesek voltunk Ausztráliából egy olasz asztrofizikus nőt magunkhoz csábítani. Ez szerintem magában egy nagyon jó dolog. Ő maga vonza hozzá a saját külföldi posztdokokat. Ugye jelenleg 4, összesen 50 kutatóból, 40 valahány, aki költségvetésen van, abból 4 az angol anyanyelvű, vagyis hát nem magyar anyanyelvű. Úgyhogy tavaly év elején az intézeti hivatalos kommunikációkban a művelt nyelv, vagy a használt nyelv az angollá vált. Tehát a szemináriumokon angolul tartjuk az előadásokat, az évértékelő az általában angolul tartom most már idén. A belső körleveleket, amit a kollégáknak írunk, azt két nyelven fogalmazzuk, meg leírjuk magyarul is, meg angolul is, mert szignifikáns számban megjelentek magyarul nem beszélő kollégák az intézet falain belül. Ez korábban nehezen volt elképzelhető. Nyilván ehhez kellettek olyan finanszírozási források, amelyek képesek, versenyképes fizetést adni ezeknek a külföldieknek, hogy ide jöjjenek hozzánk. Összességében, hogy a csillagászat és az asztrofizika összetéve az űrrel, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő terület, legalábbis a tudományon belül, és empirikusan megmutatható, hogy ez a terület, vagy ez a nagy volumenű terület, ez a magyar tudomány egyik legsikeresebb ágazata. Ezt idén tavasszal, amikor a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyűlésén volt egy áttekintés a magyar tudomány produktivitásáról, akkor vettem észre nagy örömmel. Van egy ilyen nagyon bonyolult ábra, ami azt mutatja, hogy a különböző tudományi területek, multidisziplináris, űr, matematika, fizika, ideg, pszichológia, orvos, biológia, kémia, gyógyszerész, immunológia, egész le a földtudomány, agriculture. Ezek a nagy tudomány ágakon belül a megjelenő publikációk, magyar szerzésű publikációk hány százaléka jelenik meg a legrangosabb szaklapokban. Egy bonyolult ábra. A lényeg az, hogy minél nagyobb a szám, annál jobb. Tehát a minél hosszabb a piros, annál jobb. Ugye és hát lehet azt mondani, hogy a multidisziplináris az eleve, az a Science és a Nature cikkeket jelenti, tehát azok per def 100%-ban legrangosabb lapokban jelennek meg, de rögtön második helyen a Space ott van. Na most abban a listában, a Magyar Tudományos Akadémia összefoglalásában az a Space, az a csillagászat. Ők űrnek hívják, mert a Thomson Reuters Web of Science Space-nek hívja, de az a csillagászat. Csillagászat és asztrofizika. Tehát az általunk elért eredmények jelennek meg legnagyobb arányban a legjobb nemzetközi szaklapokban. Tehát ez valamilyen szinten arra utal, hogy ez a magyar tudománynak az egyik legsikeresebb területe, valamilyen mérce szerint. Természetesen azon a mércén, hogy mely kutatástól lesz olcsóbb a kenyér, vagy mely kutatástól lesz kevesebb rákbeteg, azon a mércén mi teljesen elbukunk, mert 0% abban a mércében, de van olyan tudománymetriai mérce, amiben büszkén mondhatom, hogy a magyar csillagászok, és ebben nem csak az akadémia, hanem az egyetemi csillagászok is keményen benne vannak, az igencsak jó. Záró gondolatként ezek után mit tehetnék még le? Azt hiszem, hogy ez a győzelmi jelentésekkel tarkított, hát nem sütöm el még egyszer már ugyanezt, tehát mondjuk azt, hogy száraz adminisztratív kimutatás talán annyit letett mondjuk így az asztalra, hogy ma Magyarországon érdemes csillagásznak lenni. Meggyőződésem, hogy
érdemes csillagásznak lenni, van értelme a tudománnyal, mint szakmával foglalkozni, ehhez azonban olyan készségeket kell elsajátítani, amely készségeket sajnos nem ebben a táborban adunk át egymásnak. Mert a matematikát kell nagyon jól tudni, fizikát kell nagyon jól tudni, programozni nagyon jól kell tudni, és még ráadásul angolul is tudni kell, és még valamint a csillagászathoz is érteni kell egy icikeit, picikét. Ezt sajnos ilyen táborokban nem tudjuk átadni. De, mindig van egy de a saját példámból kiindulva, a szerintem sikeres tudós összetevői között ott kell, hogy legyen a lelkesedés a témája iránt. Tehát, hogy szeresse már azt a hülyeséget, amivel foglalkozik. Mert ha nem szereti, akkor mi az Istennek foglalkozik vele? Tehát mondjuk azt, hogy ha valaki ma csillagász akar lenni, akkor szerintem előnyére válik, ha kedveli ezt a tudományterületét, kedveli a földi légkörön túli világegyetemet, mert ugye a csillagászat végül is ezzel foglalkozik, és ezt a szeretetet, ezt a kedvelést az ilyen táborok nagyon is vaskosan átadhatják a ilyen fiatal hölgyeknek és uraknak, akik itt a néző közönségben itt vannak. Úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy akár lelkes amatőr csillagászként a távcsővel megnézi a dolgokat, akár csillagász növendékként tudománnyal is akar foglalkozni, az út nehéz, de szép. Köszönöm szépen a figyelmet! Egy-két kérdésre még természetesen rendelkezésre állok, és hát vasárnapig itt vagyok, úgyhogy bármikor, bármivel le lehet támadni. Állást nem adok senkinek. Tehát ezzel ne közelítsen senki, mert kapásból nem lesz a válaszom. Köszönöm, nagyon jó volt. Jó, hát akkor... Jó, akkor szerintem jöhet a következő. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, Laci, kiváló volt az a mostani előadás.